Nemzetbiztonsági kockázatot jelent Demeter Márta, ezért meg kell szüntetni a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságban betöltött tisztségét és tagságát. Az LMP társelnökéről hétfőn az országgyűlés dönt. Az ellenzéki politikus titkos adatokat hozott nyilvánosságra, ezért indult elleneljárás. Vendégünk Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket! Demeter Márta úgy bokott meg az átvilágításon, a nemzetbiztonsági átvilágításon, hogy előtte, korábban kettő másikon átment. Ez hogy történhetett? Időközben kiderült róla valami, ami addig nem? Ugye a személyiségek változhatnak, tehát most nem akarok ugye egy magyar szervezetet sem hivatalt magamra haragítani, tehát egy átvilágítás mondjuk úgy kezdődik, hogy elbeszélgetnek az illetővel, családtagjaival, például nálunk ez úgy ment, hogy meg kellett jelölnöm öt ismerősömet, akit legalább már kettő éve ismerek, és őket is megkérdezték a szomszédságot. Ugye nyilvánvalóan feltesznek olyan kérdéseket akkor a szakhatóságok, hogy szokott-e azzal kérkedni, hogy tud bizonyos kormányinformációkat, hozzáfér titkos adatokhoz. Tehát ezek a személyek alkalmatlanok, akiknek mondjuk tényleg olyan a személyiségképe, hogy ezzel úgy dobáloznak, vagy villogni akarnak, hogy hozzáférnek bizonyos titkos információkhoz. Tehát így kiesik, de változhat egy személyiség, változhatnak mondjuk a politikai nézetei. El tudom képzelni esetleg a képviselő azt, hogy most idézőjelben valamilyen formában radikalizálódott, tehát már annyira kormányellenes lett, annyira ellenségének tekinti a jelenleg fentálló demokratikus rendet és Magyarország kormányát, hogy le akarta járatni, és ugye nagyon szenzitív információ volt az Orbán nevű alezredessel szemben, mert hogyha valaki misszióban van kint külföldön, és kiderül a neve például, tehát voltak Németországban is ilyen esetek, hogy kiderült katonáknak a neve, akik Afganisztánban szolgálnak, és ezek a bajtársaim, illetve a családjaik kaptak részben fenyegető levelet, részben pedig nagyon jó hamisítványokat elküldtek a szülőknek vagy a feleségnek, hogy férje, fia, gyermekük életét vesztette az afganisztáni harcok során, és ugye emberi tragédiák játszottak le órákon belül, mi kiderült, hogy ez igazából a tálibok által küldött hamis üzenet volt. Tehát ezért ezeket nagyon szenzitíven kell kezelni, és utána néztem kicsit így nemzetközi szinten is, tehát Demeter Máriának, az a szerencse, hogy Magyarországon él, nem mondjuk az Egyesült Államokban, ott például 25 év katonai börtön is kiszabható ezért, mint ugye tudjuk az a 19 éves katona, aki a Pentagonból, pendrive-on hozott ki titkos információkat, ezeket közkincsét tette, őt el is ítélték 25 évre. Tehát egy nagyon-nagyon szenzitív dolog, hogy például kormánytagok hova utaznak, ugye terroristák bármikor felkészülhetnek, arra hallanak egy információt, meg tudják mondjuk egy gépnek a lajstrom jelét, amivel politikusok utaznak. Tehát ezek olyan információk, amik semmiképpen nem kerülhetnek ugye ki a köztudatba, hogy bárki, bűnözői szervezetek, terroristák ezt felhasználhassák. Kicsit foglalkozunk magával a vizsgálattal, azt hiszem magáról, erről a tényről kevesebbet tudunk, vagy kevesebbet tudhatunk, vagy kevesebbet mondhat el. Viszont talán az érdekes lehet, hogy minek kell megfelelnie egy parlamenti képviselőnek? Milyen szempontok alapján vizsgálják, amikor egyáltalán bejut a parlamentben? Mondom, tehát én magyar oldalról nem beszélhetek, de például Németországban ez úgy történik, megnézik például, hogy melyik országokba járt külföldön. Tehát ha gyanúsabb országokban mondjuk háromszor volt Észak-Koreában, meg kétszer Pakisztánban, akkor így értelemszerűen felteszik neki azt a kérdést, hogy mit keresett ezekben az országokban. Utána nézhetnek esetleg hitelkártya adatoknak is, hogy miket vásárol például. Tehát a vásárlásokból például ezért jók ezek a pontgyűjtő kártyák is, mert fel tudják térképezni egy embernek igazából a személyiségét. Tehát most durván, ha azt mondom, minden héten vásárol mondjuk egy erotikus termékeket áruló boltban, akkor úgy érzem, hogy miért, milyen ennek a személyiség, hogy ennyire mondjuk rá van kattanva egy bizonyos dologra. Ha alkoholikákat vásárol nagy mennyiségben, feltetik esetleg, hogy alkoholista vagy vannak gondjai, tehát szenvedélybetegsége például. Tehát ez alapján zsarolható, mert ez alapján... Természetesen igen, hát nagyon sokszor előfordul például, ugye nézzük csak most az amerikai politikát, hogy például szexuális beállítottsága miatt például szenátoroknak le kellett mondani, mert megzsarolták őket, fotók kerültek ki, e-mailek, csetek kerültek ki. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy olyan élete legyen, ezért például, mint Németországban, mint az államokban azt szeretik, hogyha valakinek egy normális családi élete van. Házas, gyermekei vannak, szolgált mondjuk a hadseregbe, azzal már bizonyította, hogy hazafi, és akkor egy teljesen átlátható, normális szívit tud ez az ember prezentálni. De ha eleve mondjuk már a személyisége olyan, hogy ellenzi a kormánynak a különböző lépéseit, rendszeresen mondjuk
cikkeket ír, felszólal a kormány ellen, akkor már értelemszerűen át kell gondolni, hogy szenzitív katonai adatokhoz hozzáférjene. Ez például nálunk volt olyan, hogy rendszerességgel, hát most relatív rendszerességgel például poligráf vizsgálatnak is alávetettek minket, hogyha mondjuk külföldön jártunk, mondjuk valaki elment például annak a moszkvai olimpiára még a hidegháború idején, például barátomat alávetették utána egy vizsgálatnak, hogy nem-e próbált őt mondjuk annak még a KGB beszervezni, de ugyanilyen vizsgálatokon 2-3 alkalommal átestem én is. Agár Demeter Márta, akár más országgyűlési képviselő megbukik egy ilyen nemzetbiztonsági átvilágításon, akkor annak milyen következményei lehetnek azon túl, hogy például Demeter Márta esetében ez a bizottsági tagságába is kerülhet. De például országgyűlési képviselő maradhat-e a továbbiakban? Hát attól függ, hogy mi fog kiderülni ugye adott esetben, tehát akár le is válthatják őt, mint országgyűlési képviselőt. Amennyiben kiderül valóban, hogy nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordoz, azért a parlamentben hangzanak el olyan dolgok, amiket ugye az ellenzék akár kiteregethet, megpróbálhatja a kormányt ezzel lejáratni, akár titkos információkhoz hozzájuthat, különösen, hogyha valaki ugye benne van a NATO komisszióban, tehát akkor tényleg fegyvervásárlásokról, repülőgépvásárlásokról, és ugye mondjuk például itt volt ugye az amerikai külügyminiszter fegyvervásárlásokról is szó esett, nem lenne szerencsés, ha mondjuk országok, akik úgymond barátiak, tegyük fel, most beszéljünk Kína, Oroszország, India, most csak példákat hoztam fel, megtudnák azt, hogy mennyi pénzért és milyen fegyverrendszereket vásárol Magyarország, ezeket mikor fogják és milyen úton leszállítani, hogy fizetik ki. Tehát ezek mind olyan titkos információk, amik ugye nem tartoznak a közvéleményre. Naív kérdés akkor, hogy ennek a nemzetbiztonsági kockázatnak vannak fokozatai, tehát a, mit tudom én, az egyik bizottsági hely elvesztésével járhat, de már lehet olyan fokú, hogy a képviselőségtől is meg kell válnia? Értelemszerűen, tehát ha valaki mondjuk nyíltan hazaárulást követel, vagy olyan katonai információkat ad el mondjuk pénzért, tehát ügynökként dolgozik egy harmadik országnak, értelemszerűen, tehát akkor eleve ugye ennek van egy bűnügyi minősítése, tehát ugye, ahogy jól tudom, Demeter Márta ügyében is az ügyészség vizsgálódik, és értelemszerűen akkor elveszheti a képviselő mandátumát, sőt, akár ugye börtönbüntetés várhat ilyen személyekre. Bocs, Tomi, csak ezt a gondolatot végigvezetve, hogy és ha és amennyiben így van, akkor automatikusan megszűnik, akár mondjuk az országgyűlési képviselősége, vagy ettől függetlenül még a tisztelt háznak erről szavaznia kell. Én úgy tudom, nem akarok butaságot mondani, úgy tudom, szavaznia kell, de nem vagyok ebben biztos, inkább most ezt a kérdést azt mondom, hogy passzolom, mielőtt fél információt mondok a nézőknek. A bizottsági helyével kapcsolatban szavazni kell, az biztos. Okay. Az viszont érdekel, hogy ugye soha nem fogjuk megtudni, hogy pontosan milyen témák kerültek elő, illetve milyen problémákkal támadják őt, hiszen ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és nyilván ez nemzetbiztonsági ügy. De vajon mi kell ahhoz, hogy egyáltalán már a képviselőségig eljusson, már mint hogy a képviselő állásához eljusson? Ez olyan súlyos eseteket hordoz? Ez olyan súlyos eset, tehát ha mondom, kiderülne, hogy ezek mondjuk hazavitt titkos iratokat, például ugye buktak már ezen is meg politikusok, hogy szenzitív iratokat hazavittek a munkahelyükről, hogy mondjuk otthon dolgozzanak rajta, ami szigorúan titkos információkat vagy adatokat letöltöttek például egy minisztériumnak, vagy bármilyen a szerveréről, pendrive-ra mondjuk hazavitték, tehát például nagyon szenzitív munkahelyeken, itt megint csak mondjuk a német hadügyminisztériumot tudom emlegetni, nem szabad bevinni mobiltelefont, le kell adni, nem szabad bevinni pendrive-ot, mert például egy pendrive-ot valaki csatlakoztat, akár egy kémvírust is ugye feltelepíthet a rendszerre. Tehát ezek nagyon komoly dolgok, tehát ilyenkor azt mondom, hogy akár jogos egy poligráf vizsgálat is, hogy adott-e tovább információkat például külföldi sajtónak, külföldi embereknek, akikről feltételezhette, hogy egy kormányügynökséghez tartoznak. Tehát ez az a legsúlyosabb eset, amikor tényleg valóban kémkedés és hazárulás vágyával valakit ugye a bíróság el is állítanak. Tehát ez a legsúlyosabb, ugye nem feltételezem a képviselőasszonyról, nem is az én tisztem, hogy őt elítéljen bármilyen formában. Ez ugye a szakhatóságoknak, tehát az alkotmányvédelemnek, az ügyészségnek is később adott esetben reméljük nem kerül arra sor, hogy bíróság elé kerüljön, mert olyan dolgok derültek ki. Köszönjük szépen. Mint egy kémfilm körülbelül. Igen, ez az a kategória. Az országgyűlés hétfőn dönthet Demeter Márta menesztéséről a bizottságba. Köszönjük szépen. Témát folytatni fogjuk. Gersbert Lének, köszönjük. Öröm szépen. Volt itt lenni.